Más európai országokhoz hasonlóan Németországban is korlátozták vendéglátóhelyek nyitvatartását a koronavírus járvány miatt. Berlinben szombattól valamennyi vendéglátóhelynek és üzletnek zárva kell tartani a 23 és 6 óra között. A közösség szempontjából ez helyes döntés, személy szerint azonban ellene vagyok, mert az emberek bárhol hozzájuthatnak alkoholhoz, ahol csak akarnak, mondta ez a Berlinben élő nő. Életbe lépett a szükségállapot, amelyet a spanyol kormány pénteken hirdetett ki. Az egészségügyi miniszter úgy indokolta a madridi tartomány 9 városára, köztük a főváros Madridra vonatkozó korlátozást, hogy azért van rá szükség, mert a madridi tartomány felsőbírósága csütörtökön nem hagyta jóvá a szabad mozgás korlátozásáról szóló múlt héten kiadott rendeletet. A szükségállapot kihirdetése viszont jogalapot ad arra, hogy az intézkedést végrehajthassák. Moszkvában ideiglenes kórházakat állítottak fel a koronavírus fertőzöttek ellátására, amire a járvány egyre gyorsuló terjedése miatt van szükség. Pénteken rekordot döntött a napi új fertőzöttek száma Oroszországban. A több mint 12 ezer regisztrált fertőzöttből több mint 4 ezeret az orosz fővárosban jegyeztek fel.